Október 9-én délután 3 órakor a cukorgyári pályán fogadta az Ercsi Kinizsi Öregfiúk a Baracs csapatát a bajnokság 6. fordulójában. A középkezdés követően a vendégek gyorsan előnyhöz jutottak, hiszen már a 3. percben megszerezték a vezetést Idei Szabolcs jóvoltából. Nem sokkal később újabb baracsi támadás következett, de Huber Balázs lövését Búzs Csaba bravúrosan hárította. Pár perc múlva a mieink is helyzetbe kerültek. Aztán jött a 15. perc, és Huber Balázs talált a kapuba. A Kinizsi következett, egy szép támadás végén Tóth László lövése a vendégek kapusában akadt el. A 22. perc ismét a baracsi csapaté volt, hiszen Suplic János 3-0-ra növelte az előnyt. Hat perccel később Sőrés Józseffel, aki aznap ünnepelte 63. születésnapját, a 16-oson belül szabálytalankodtak, így a Kinizsi 11-eshez jutott. A büntetőt Szilukács Krisztián magabiztosan értékesítette. Elcsics Miklós fejes góljával még a félidő vége előtt sikerült a hazai csapatnak 3-2-re módosítania az eredményt. A szünet után aztán gyorsan jött a 4. vendéggól, Huber Balázs szabadrúgásból talált a kapuba. Négy perc múlva egy lesgyanús helyzetből Körmendi Zsolt már az 5. baracsi találatot szerezte meg. Következett a 65. perc, amikor Szabó Attila egy távoli lövéssel próbálkozott, ami végül a vendégek kapujában kötött ki. Megint a jobb szélen vezetett támadást a Baracs együttese, és Boros Gábor beállította a 6-3-as végeredményt. A vége előtt még mindkét csapat előtt adódott egy-egy helyzet, de végül mindegyik kimaradt. Jelenleg a Kinizsi a tabella 10. helyén áll. Legközelebb október 30-án Kis Apostag ellen játszanak hazai pályán.